Április-május környékén 15-20%-kal is csökkenhet a tejföl és a sajt ára. Ezt Raskó György agrárközgazdász mondta híradónknak. A szakember szerint ennek az az oka, hogy bár az állatállomány ugyanakkora, az egekben levő árak miatt drasztikusan csökkennek az élelmiszereladások. A gáz világpiaci árának csökkenése magával hozta az előállítás költségeinek mérséklődését, így a legnagyobb magyar gyártók korábban leállított üzemei jelenleg teljes erőből termelnek. Bár most még 0 fok körüli a nappali hőmérséklet, este pedig mínuszok vannak, pár hét és enyhülni kezd az idő, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb a műtrágyázás szezonja. Tavaly szeptemberben viszont rossz híreket lehetett olvasni ezzel kapcsolatban. Bige László, a legnagyobb magyar műtrágya gyárak tulajdonosa arról beszélt, hogy a magas földgázárak miatt az európai műtrágya gyárak 70%-a áll, mert nem lehet olyan áron gyártani, amire kereslet is lesz. A helyzet mostanra gyökeresen megváltozott, avatta be a fejleményekbe híradónkat Bige László. Csökken a gázára, úgy, mint ahogy nincs hideg. Tehát ez pillanatilag Európa ki van téve az időjárási viszontagságoknak, a hideg van, nő a gázára, mint ahogy most látjuk, meleg van, így csökken a gázára, olcsóbb lett a műtrágya is, és csökken a műtrágya ára. Bige hozzátette, a tavaly őszi leállás után ők is újraindultak. Mi tavaly október végétől csúcson termelünk, tehát a november elejétől csúcson termelünk, ami kifér a csövön, tehát telibe mennek a gyáraink is termelünk, és el is tudjuk adni a terméket szerte Európában. Korábban azt is lehetett olvasni, hogy a műtrágya hiány például élelmiszer áremelkedést is hoz magával. A jóslat bevált, amit nap mint nap lehet tapasztalni az üzletekben, ahol korábban elképzelhetetlen magasságokba emelkedett az élelmiszerek ára. Raskó György agrárközgazdász ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a vágtató élelmiszerinfláció megáll. Mint mondtam, ez már csak hetek kérdése. Ennek pedig éppen a drágaság és az amiatt visszaesett kereslet az oka. Egyre több jelzés jön számomra, hogy az élelmiszer eladások volumene nagyon drasztikusan csökken januárban. A magyar tulajdonú vegyesboltoknál ez a csökkenés 20% fölött van, ami óriási visszaesés, valószínűleg a nagy láncoknál is egy volumen csökkenés már bekövetkezett, és ez ott is egyre nagyobb lesz. Ennél nagyobb fékező eszköz nincsen. Raskó György hozzátette, a mostani árak is csökkenni fognak. A tejtermékek esetében személy szerint ő április-május környékén 10-20%-os csökkenésre számít.